A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az őszi kertrendezés idején a sünök védelmére hívja fel a lakosság figyelmét. Az éjszakai életmódot folytató keleti sün 2014-ben az év emlőse lett. Előszeretettel választja búvó helyéül a felhalmozott lombrakásokat, ezért ha ezt el akarjuk takarítani, először óvatosan forgassuk át. Novemberben zajlik a sünök életének egyik legfontosabb időszaka, amikor téli álomra húzódnak. Ezt akkor kezdik meg, amikor a környezeti hőmérséklet tartósan 8 fok alá csökken. Ez az időszak egybeesik a lombhullással, a kert és park gondozással, különösen nagy kiterjedésű zöld felületeken. Ez úgy zajlik, hogy folyamatosan heteken át hullik a lomb, és akkor a park gondozók rendszeresen összegerebjézik, és kisebb-nagyobb depókba halmozzák fel a hullott lombot. Most az éjszaka keresgélő, téli alvóhelyet kereső sünök felfedezik ezeket a halmokat, ők nem tudják, hogy ezek ideiglenes halmok, aláhúzódnak, elkezdik a téli álmot, és egyszer csak jönnek a munkások, vagy a kertbe megyünk mi, és eltüntetjük ezt a halmot, és ilyenkor találkozhatunk sünivel, tehát erre érdemes odafigyelni. Ezeket a lombokat soha ne gyújtsuk fel. A települési rendeletek nagy része egyébként is tiltja a zavarégetést, de a sünök védelme miatt is tartsuk be ezeket a szabályokat. Etetni nem szabad az állatokat, de épített sünktanyával a segítségükre lehetünk. Ez a kutyaházhoz hasonlít, és a bokrok rejtekébe érdemes elhelyezni. Ezek azonban elsősorban a nyári időszakban jelentenek menedéket a sünöknek, hiszen kb. 30x30 cm alapterületű, 20-25 cm belmagasságú ezeknek a lakókamrája, tehát ez nem kellően szigetelt a téli időszakra. Azt meg lehet csinálni, ha van valakinek ilyen sünrakás, hogy azt télre, főleg ha van talál benne sünt, akkor ezt vastagon beburkolja lombhalommal, de a legjobb, legtermészetesebb megoldás, hogyha nagy lombkupacokat hagyunk meg a bokrok között, ugye ott nem feltűnő, nem kelti gondozatlanság látszatát. Magyarország egész területén előfordul a keleti sün, gyakori faj. A magas szaporulat biztosítja a faj fennmaradását még akkor is, ha a kis sünök gyakran nem élik túl a telet. Az e fajta veszteségek kevésbé befolyásolják az állományok alakulását, mint a rendszeres gázolások. Ez elsősorban az éjszakai esőzések után jellemző a települések külterületén. A keleti sün egyébként a 10 éves kort is elérheti.